Köszöntöm kedves nézőinket! 8 hónapja új igazgató érkezett a Karcagi Kutatóintézet élére, dr. Cirák László személyében. Szeretettel köszöntöm stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Én is örülök, hogy itt lehetek, és én is köszöntöm minden kedves karcagi és a környékbeli régió lakosait. 8 hónap hogyan értékeli, lassan vagy gyorsan telt, hogyan látja? Sok feladattal telt, gyorsan telt, de mi azért telt gyorsan, mert nagyon sok volt a feladat, amit meg kellett oldani, és ezt az évet elő kellett készíteni, de úgy gondolom, hogy jól állunk ebbe az ütembe, tehát nem magamat akarom dicsérni ezzel, de úgy gondolom, hogy az elvárásoknak megfelelően tudjuk teljesíteni a programjainkat. Néhány riport erejéig már nyilatkozott a Karcag Televíziónak, de dr. Cirák László, mit kell tudnunk önről? Még nem volt alkalmunk bemutatni önt. Hogyan alakult a pályája? Hát én nagyon messziről jöttem. Az osztrák határ mellől, Szombathelyen születtem, 1956. április 7-én. 56 éves vagyok, most leszek majd 57. Én az iskoláimat, az általános iskolát a sajnos édesanyám betegsége miatt több helyen végeztem, 4 helyen. Sőt, az első 3 osztályról nincs is bizonyítványom, mert elkeveredett, és mindig azt szoktam mondani a fiaimnak, hogy apátok olyan okos volt, hogy negyedikben kezdte az iskolát. A viccet félretéve, ezután a Kőszegi Álmánkató mezőgazdasági technikumba végeztem, mint mezőgazdasági technikus. Ezt követően egy évet kötelezően, pontosabban 11 hónapot, mint katonai szolgálat, akkor ugye ez még létezett, Hódmezővásárhelyen, ez ugye Szombathely és Hódmezővásárhely, ez megint nem egy kis távolság. Ezt követően került a Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Akadémiára, hol elvégeztem az egyetemet 1980-ban. 1980-ban kerültem az akkori ONFI-ba, ami tevékenységét illetően most is nagy részt ezzel foglalkozik, csak közben 6 névváltozáson esett keresztül, most NÉBIH-nek hívják. Ott töltöttem 30 évet, összességében 32-t, ebből a 32-ből 2 évig dolgoztam Svájcba, a Sandoz Agro AG cégnél. Ez egy világcég, általában inkább az emberek a gyógyszer kapcsán ismerik ezt a céget, de hát a nagy növényvédőszer gyártó cég is volt, tehát ez most már több összevonás után úgy hívják, hogy Syngenta. Ott voltam növényvédelmi szakirányító, és ez a 90-es években volt, de visszamenve a 80-as években, 80-ban végeztem, kerültem az ONFI-ba, ahol a fajta kísérletezésekkel foglalkoztam, és 81-ben iratkoztam be a Keszthelyi Egyetemre, ott végeztem a növényvédelmi szakmérnökit, és már 83-ban doktoráltam, visszatérve Mosonmagyaróvára, ott szereztem a doktori disszertációmat. Ezt követően ugye folyamatosan a fajta kísérletezéssel foglalkoztam Budapesten, mint témavezető, mint osztályvezető, valamennyi növényfajnak voltam a témavezetője, és kivéve az olajos növényeket, és nagyon jól ismerem ezt a területet, amit Karcagon most például hozzám tartozik, csak mondjuk a másik oldala, mert eddig ugye a Budapesten mi teszteltük az intézeteknek a fajtáit, meg a világcégek fajtáit, most pedig a mi fajtáinkat tesztelik Budapesten abba a hálózatba. Gyakorlatilag júliusban, tavaly év júliusában lett ez a lehetőség, hogy a Karcagi Intézetnél volt elődöm, Blaskó professzor úr nyugdíjba került, és kerestek egy igazgatót. Én 2006 óta vagyok a Debreceni Egyetem címzetes docense, és aztán így felmerült a nevem ennek kapcsán, és gyakorlatilag így kerültem az ország ezen felére.
nagyon jól érzem magam. Erre akartam pont rákérdezni, hogy milyen hatások érték először városunkkal kapcsolatban, hogy érzi, hogy érezte akkor magát, hogy érzi azóta itt magát? Először azért volt egy kicsit más, mert ugye én a növénytermesztéssel foglalkoztam évtizedeken keresztül. Itt azért az intézetnek a tevékenysége nem csak a növénytermesztésből és a nemesítésből áll, hanem itt juhászatunk is van, laboratóriumunk is van, talajvizsgálati tevékenységet folytatunk, tehát gyakorlatilag több lábon áll az intézet. Ha erről az intézetről egy pár szót szólhatok, ugye a II. Világháború után az akkori földművelési tárca úgy döntött, hogy ebbe az agroökológiai körülmények között, ilyen körülmények között gazdálkodó területeken egy kutatóintézetet hoz létre. Ez 1947-ben jött létre, pontosan 66 évvel ezelőtt dr. Vezekényi Ernő volt az első igazgató, aki a szikes talajok és a gyepek javításával foglalkozott, és azon kívül számtalan növényfajnak a nemesítésével, amik ezeken a talajviszonyok, szikes talajok és a maga az éghajlati körülmények, ugye tudjuk azt, hogy a csapadék ellátottság ezen a vidéken nem éppen, mondjuk erre az évre ez ideig nem igaz, mert már több mint 100 mm csapadék hullott le. Ezeknek a nemesítésével foglalkoztak, és hát gyakorlatilag elsődleges célunk a mai napig is, hogy az ilyen körzetekre, a gyengébb adottságú területekre célzott nemesítést folytassunk. Elsősorban kalászos gabonával foglalkozunk, őszi búzával, őszi árpával, tritikáléval, és ezen kívül alternatív növényekkel, köles, szudáni fű, fűmag, fénymag, és még sorolhatnám. Tehát akkor el lehet mondani, hogy ez az intézet fő profilja. Ez az intézet fő profilja, a legnagyobb bevétel erről a területről származik. Erről jelent is meg egy publikáció, hogyha igen, jól értesültem, hozott nekünk valamit. Tegnap kaptam meg az Agrofórumnak a legújabb számát, amiben Karcagi fajták a köztermesztésbe címmel írtunk egy ismertető anyagot, hogy milyen fajtákkal rendelkezünk. Ezt szeretnénk folytatni alternatív növények vonatkozásában és a juhászat vonatkozásában is, nem csak egy labba, hanem több labba, tehát ezek a megbeszélések már megtörténtek. Tehát akkor publikálnak rendszeresen, ezt el rendszeresen lehet mondani. Publikálunk, bemutatókat szervezünk, külön kívánunk ebben az évben a szaporítóinknak, akiknek a száma szinte azt mondhatnám, hogy megduplázódott a korábbi évekhez képest. Most már azon dolgozunk, hogy csak a legmagasabb szabfokú anyagokat állítjuk elő az intézet területén belül, mert nincs megfelelő mennyiségű területünk, tehát egyre több szaporítóval vesszük fel a kapcsolatot. Ami még örvendetes, hogy ezek a fajták nem csak ezen ökológiai viszonyok között termeszthetők sikeresen, hanem áttörtünk a Dunántúlra, és a jobb adottságokkal rendelkező, magasabb aranykoronájú talajokon is megállják a helyüket a fajtáink minden vonatkozásban. Ami gyenge pontunk, mert őszintén kell beszélni, ez a cikkbe is le van írva, az a kortani dolog, hiszen ezen körülmények között a kortani tesztelés nagyon nehéz. Tehát kortani tesztelést általában olyan helyeken tudunk végezni, ahol a csapadék viszonyok, páratartalom, meg egyebek sokkal kedvezőbbek már ilyen szempontból, itt a tesztelés szempontjából, mint ami itt Karcagon adódott. Tehát ezeket a teszteléseket a jövőbe át szeretnék helyezni a Dunántúlra. Ami még nagyon örvendetes, és ez a tavalyi ősztől indult be, hogy nem csak Magyarországgal állunk kapcsolatban, jelenleg fajtáink egy része Olaszországban van kipróbálás alatt, ugyanúgy ott vagyunk Szlovákiában, Romániában, Szerbiában jártam éppen ősszel, és most a kazasztáni együttműködés van kilátásban, többféle vonalon, érdekes módon a legjobban a jutenyésztés érdekli őket, ezen kívül természetesen a
szárazságtűrő fajtáink, illetve gyephasznosítás. Uh-huh. Ebben most éppen készül egy anyag. Uh-huh. Tárgyalásban vagyunk, valószínűleg a nyár folyamán ki is utazunk Kazasztánba. Vannak-e már eredmények, visszajelzések a külföldi próbálkozásokról, kipróbálásokról, vagy később lesz ennek eredmények? Később lesz, ősszel indítottuk el, tehát őszivetéssel kerültek Olaszországba, Romániába elvetésre az anyagaink, tehát ezeknek az eredményeit a nyár folyamán majd meg is nézzük, mármint az állományt, és majd várjuk az eredményeket. Amit még szeretnénk lépni a kazak ügybe, hogy tudomásom szerint majdnem azt mondom, hogy Európa, Afrika és Ázsia vonatkozásban a legjobb minőségű fajták a kazak fajták. Tehát ezeken akkor azt meg ide? Azt meg szeretnénk honosítani itt Magyarországon, illetve a mi programunkba belevéve keresztezéseket végrehajtani ezekkel a fajtákkal, hogy minél jobb minőségű, szárazságtűrő fajtákat tudjunk köztermesztésnek biztosítani. Milyen a csapat, milyen a kollektíve, hogyan tudnak együtt dolgozni? Nagyon jó a csapat, gyakorlatilag van egy termeltetési rész, tehát van a nemesítés, ugye azzal kezdeném, Bosnyák Imre a csoport vezetője, Greskú Csaba kollégám, aki a termeltetést, szaporításokat végzi, már nem csak itt ebben a régióban, hanem már a Dunántúlon is. Dr. Csízi István, aki a juhászatot fogja össze, ez a Rajner telepen pünkön működik, 550 anyajuhval, 16 korssal. Itt is van egy nagy reményünk, ami jelenleg tárgyalás alatt van, a franciákkal, de ebbe a projektbe nem csak ketten veszünk részt, hanem Bulgária és Románia. Itt úgy néz ki, hogy egy komoly EU és a magyar állam részéről is kapunk ehhez támogatást, természetesen a kazaksz állam részéről is. És ebbe a JUP programra visszatérve olyan a francia felvevő piac, hogy bárány vonatkozásba, mint élő, mint vágott formába. Hajdunánás például ott tárgyaltam nem olyan régen, hajlandók, hogy vágott formába is exportképes terméket tudjunk kiszállítani Franciaországba. Jelentős még az olasz felvevő piac. Na most ez olyan ezres tétel, amit mi nem tudunk előállítani, mint az intézet, tehát itt több termelő a környéken fogott össze, ezzel kapcsolatosan éppen a múlt héten volt egy ilyen összejövetel, tehát ennek a piacnak mi mindenképpen eleget szeretnénk venni. A harmadik vagy negyedik fő tevékenység, tehát szóltam a nemesítésről, a termeltetésről, a juhászatról, maga a talajhasznosítás és a talajvizsgálatok, vízvizsgálatok témaköre, ahol szintén nagy reményeink vannak, több külföldi cég, most utoljára Syngenta keresett meg minket egy megbízással, és ebben az évben kötelező a gazdáknak talajvizsgálatokat elvégeztetni, és mi akkreditált laborral rendelkezünk, tehát ezekre a vizsgálatokra készen állunk, és várjuk a termelőket itt a környéken, vagy a tágabb megyéket is bele, értve, hogy ezeket a vizsgálatokat elvégezzük részükre. Akkor van feladat, bőven nem unatkoznak. Van feladat. Éppen tegnap két külföldi partnerrel tárgyaltam, ma este szintén egy harmadik Szlovákiából érkező vendégeket fogok fogadni, úgyhogy megindult az élet. Még egy dologról szeretnék beszélni, az maga az arborétum. Erre szerettem volna pont rátérni, hogy hogyan most az arborétum, a látogathatóságáról mit kell tudnunk, aki esetleg nem tudja, hogy mit lehet, tehát mire lehet igénybe venni, csak arra, hogy kimegyünk, szétnézünk ugye a város egyike, vagy esetleg másra is. Hát megmondom nagyon őszintén, hogy amikor én ide érkeztem, és hát már a korábbi években hivatalosan is megfordultam az intézetbe, akkor mivel van egy kutyám, egy vizsla kutyám, és azt minden reggel és este meg szoktam futtatni, és bejárom minden
nap kétszer ezt az 5 hektáros területet, amiből olyan 2,5 hektár az arborétum, a többi pedig erdő, illetve telephely. Hát olyan 1,5-2 méteres cserjével volt tele az arborétum, ezt gyakorlatilag a múlt héten teljes mértékig kipucoltuk. Terveink vannak, hogy az utakat is megcsináljuk, ezt a cserjét föl szeretnénk darálni, és az utakat ezzel kiépíteni. Hosszú távon tervem az, hogy ez ki is legyen világítva, és nagyon sokan, nagyon jól esett, és nagyon sokan megjegyezték, hogy nem is gondolták, ugye az úton csak úgy elmentek, láttak egy sűrű erdőt, hogy itt egyáltalán teniszpálya is létezik. Pedig bizony, igen, mindenkit szeretettel várunk. Én több évre visszamenőleg néztem fotókat, hogy a korábbi évtizedekben mennyi esküvői fotó készült az intézet fái alatt. Ebben az évben azt hiszem, hogy csak 3-szor volt erre igény, de most, hogy majd ez rendben lesz, remélem ebben az évben. Tehát egy csodás környezetben fogják várni a házasulandókat, és van. Gyönyörű képeket tehát lehet továbbra majd készíteni. Is igényt tartunk erre. Iskolások azért néha jönnek, meg óvodások. Én szeretném, ennek van egy bevétele, tehát egy belépő díja, én ezt szeretném megszüntetni. Mindenki számára, mind akik ott szeretnének esküvői fotót készíteni, mind az óvodások, egyéb látogatók részére. Én úgy gondolom, hogy a Karcagi Intézetnek ez egy elismerés, hogyha minél többen látogatják, megismerik, hogy ez az intézet mivel foglalkozik. Én nekem ez a célom, nem a pénzbevétel, mert ez nem jelent akkora bevételt, ami megfordítaná, hogy mondjam, az intézet jobbá tételét, hogy úgy mondjam. Tehát mindenképpen erre törekszünk. Hát vannak még dolgok, amiket meg kell oldani, az épületek felújítása, karbantartása, az részben most is folyamatban van. Tehát ezek a főbb tavaszi munkák. Ezek a főbb tavaszi. Belekezdtek. Most még van időnk ezekkel az egyéb dolgokkal foglalkozni, és akkor egy hónapon belül ugye beindul az élet a szántóföldön, és hát akkor már nem lesz ennyi energiánk a környezetünk rendbetételére, mert mindig azt szoktam mondani az em dolgozóimnak, hogy hát gyakorlatilag a nap nagy részét a munkájukon töltik, és nem mindegy, hogy milyen környezetben élnek, laknak, dolgoznak. Megpróbálok számukra kedvező feltételeket biztosítani egyéb vonatkozásban. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy jó úton járok, legalábbis ezt hallom. Nagyon jó a kapcsolatom a város vezetésével, és el kell, hogy mondjam, amikor ide érkeztem, én egy héten belül bejelentkeztem a polgármesteri hivatalba, és az alpolgármesterekkel, polgármester úrral nál tettem egy bemutatkozó látogatást, de ugyanezt megtettem a munkaügyi hivatalban, a rendőrségen, a technikumban, és nem olyan régen pedig összehívtam a város vezetőit, meghatározó intézményeknek a vezetőit, itt a mentőszolgálattól, a tűzoltóságot beleértve mindenkit, egy ilyen 40 fős létszám jött össze, és őnekik tartottunk egy egyetlen arról, hogy mivel foglalkozik az intézet. Tehát egy bemutatód. Így van, meglepő módon nagyon sokan jöttek utána hozzám, hogy nem is tudták, hogy ez az intézet, még azt lehet, hogy tudták, hogy létezik, csak azt nem, hogy mivel foglalkozunk, és nagy örömömre nagyon jó visszajelzéseket kaptam. Én részt veszek a város életébe, ahogy tehetem, akár a bálokon, akár a rendezvényeken. Tehát aktív társadalmi életet próbál élni. Így van, úgyhogy most választottak be a polgármesteri hivatalnak a mezőgazdasági bizottságába. Éppen a múlt héten. Úgyhogy, de én nem csak Karcaggal szeretnék így foglalkozni, hanem tényleg a régióba is, ahol tudunk, segítünk, ahogy a lehetőségeink adódnak, persze nem vagyunk gazdagok, de egy-egy rendezvényen mindenképpen, mint támogatók szeretnénk jelen lenni.
Milyen a kapcsolatuk a Szentanai Sámuel gimnázium szakközépiskola és kollégiummal? Ugye nekik is ez az egyik profiljuk, a mezőgazdaság. Igen, én jártam ott, felvettük a kapcsolatot, sőt, köszönettel tartom a igazgató úrnak, aki rendelkezésemre bocsátott 4-5 alkalommal egy 20-30 fős kis csapatot, diákokat, akik segítettek az arborétum rendbetételébe. Ez tehát akkor együttműködés van önök között. Teljes mértékű együttműködés, sőt, meg is ígérte, hogy valamelyik nap majd fel fog keresni, és még keresünk további együttműködési lehetőségeket. Jövőre vonatkozóan milyen tervei vannak? Ugye elmondta, hogy külföldi kapcsolatok, rendezvénytervekre gondolok elsősorban. Hallottam félfüllel valamit például a birkafőző fesztivállal kapcsolatban. Igen, hát akkor kezdjük a birkafőző fesztivállal. Igen, megkerestek, hogy eddig volt ez egynapos, most ez jó lenne, ha kétnapos lenne, és a polgármesteri hivatalban szeretnének egy ilyen konferenciát tartani magáról a juhtenyésztésről, és ott szeretnénk előadást tartani. Utána kimennénk a telepre, ott befognánk ezt az ismert juhfogatot, nem tudom, hogy a nézők közül ezt hányan látták. Szerintem még nem sokan. Ez maga egy érdek. Aki látta a gasztroangyalt, amiben szintén szerepelt az intézet, és Balázs Péter színművész és színház igazgató úr volt a vendégünk, akkor fogtuk be ezt a fogatot, illetve hát Debrecenben, amikor van a Farmer Expo, ott általában mindig megjelenünk, és akkor ezen az első napon lenne a konferencia, ez a juhfogat, és magát bemutatnánk az egész telepet, második nap pedig természetesen egy főzőverseny, ahol mint intézeti szeretnénk két olyan jó birkafőző kollega van, akit mind a kettőt elindítunk, és hát ez a terv. Ön nem karcagi, szereti a birkapörköltet? Ugye ezt mindig megkérdezzük. Igen. Aki nem karcagi, mindig megkérdezzük. Én megmondom őszintén, a szakmával kifolyólag több, hát most már talán akár 2 millió kilométert is levezettem Magyarországon. Elsősorban Békés megyébe volt módomba egy-kétszer birkapörköltet enni, de ezt úgy mondjam, hogy ez mondjuk egy olyan 4-5 évente fordult elő egyszer. Az nem karcagi. Az nem karcagi. De elmondhatom, hogy amióta itt vagyok, én életemben ennyi birkapörköltet nem ettem. Hát igen, itt a rendezvényekhez hozzászorosan. Nem azért, mert most itt vagyok, de ilyen finom birkapörköltet még nem ettem, mint amit itt főznek. Tehát minden elismerésem a birkafőzőknek. Bízom benne, hogy lesz módomban majd a többi főzővel is ilyen formában találkozni és megkóstolni a főztjüket. Ami még a rendezvényekre vonatkozik, két kalászos bemutatót tervezünk ebbe az évben. Külön szeretnénk a szaporítókat, tehát akik nekünk a fajtáinkat szaporítják, azoknak egy külön szakmai programot szervezni, és ezt követően pedig egy országos fajta bemutatót, ahol már több száz ember, mert ez a szakmai rész, ez egy olyan 30-40 fős lenne, ez kizárólag a szaporítókra vonatkozna, ott mélyebb szakmai dolgokról fogunk tárgyalni, és ezen kívül pedig hát bízunk abban, hogy a város két miniszterét láthatjuk majd ezen a rendezményen, Dr. Fazekas Sándor miniszter urat, és hát Varga Mihály, most már ugye gazdasági miniszter urat is szeretnénk erre megnyerni, hogy ezen a rendezvényen tiszteljen meg bennünket. Szeretnénk tervezni az ősz folyamán még egy alternatív növényekre vonatkozó bemutatót, ahol elsősorban cirok, köles, szegletes lednek és egyéb ilyen növényfajokat akarnánk bemutatni. Erről még olyan különösebben sokat nem tudok mondani, mert ezek a programok gyakorlatilag most indulnak be, próbáljuk egy jó pár alapanyagunk valahogy az évek során eltűnt, ezeket próbáljuk most összeszedni,
különböző nemesítő cégek támogatásával, és hát indítani ezeket a programokat. Igazgató úr, én köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, munkájához, ehhez a nem kevés feladathoz sok sikert kívánunk. Nagyon szépen, köszönöm a meghívást. Köszönjük, hogy itt volt.